Fallout 4-ről nagyon még semmit nem hallottam, mert igazából nem is nagyon tudni róla semmit. Nem is tudom, hogy kivel kéne randomozzunk egyet szerintem. Na, megint. Bennem. Hát, ha vele nagyobb szerencsém lesz. Hú, Dead Sea Scrolls, it's a mystery. Érdekes item. Nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Igazából, hogyha még mindig benne van a... Hogy is hívják? Jó éjszakát, Heolor, DVT. Ennél is kihagytam az alsó vonalat. Jó éjszakát, mert jól érezted magad. Bárcsak ne lennek ennyire béna ebben a játékban. Tényleg olyan jól kezdett most, mert már mínusz 3-as streakünk van, ami kurvára gáz. Ezt helyre kell hozni, ha ön... Megint ez... Ez nekem magas. Mert egyáltalán nem magas. Nem is tudom, miért mondtam azt, hogy magas, szeretek hülyeségeket beszélni. Éjjó! Mit keresett itt? Azt hittem, hogy ez csak a Wumban lesz. Megint Femin. Jó, van majd. Semmétek most a Q-ból mit kapunk, nem egy olyan kibaszott gumilabdát, vagy mi a szar volt az előbb. Jobb szeressem a gumilabdát. Lehet, hogy jobb szeressem a Q-ból mitet. Ezt legalább egymásra lehet építeni. És megint kezdek kiszáradni, ha már pedig egész sokat itt van. Rendben. Remélhetek most már tényleg menni fog. Oké, szia, Olik, akár neked is. Végre egy Cube of Meat. Húzzunk innen a picsába, azt hiszem nincs itt semmi dolgunk. Használtam volna a Dead Sea Scrolls, de most már mindegy. Jaj. Mindenki milyen korán lelép. Feltenni pont le fog lőni a tűz. Ugye bár ezek leveldeni szoktak. Hé, hey, még egy ugyanolyan szoba. Még több ártalmas tűzzel. Ami adott egy pénzt is, ez örvendetes. Mindenki azt akarja, hogy kimondja a nevét. Oké, okay, kockasajt, 12 remélhetőleg most örülés van. Ez amúgy a magyar streamelésnek a fénypontja, amikor minden néző azt akarja, hogy mondd ki a nevem. Nem is értem ezt a dolgot egyébként, mi olyan nagy szalában. Mert ezzel most nem akarok ilyen nagy képű szarnak tenni, hogy túl jó vagyok azt, hogy kimondjam a nevedeket. Csak így, nekem ez is ilyen magas. Nekem meg mindig az, hogy hányan vagyunk egyébként. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem. Olyan vicces kis táncos lábú pókok ezek. Nézzünk be, még felesleges. Pénzem nincs, költeni is akarok egyébként. Ami a Death is Rose mit ad? Book of Shadows, most halhatatlan vagyok, baby. De ebben esetben nem mondom ki a nevet. Viszlát mindenkinek, aki lelép. Örülök, hogy itt voltatok. Mégis már valóban kezd későre járni. Nem is tudom, hogy fogom húzni ezt az éjszakában. És már így is 5 óránál járunk, szóval lehet, hogy a maraton streamünk az egy ilyen 6 órás lesz igazából. 2-3 az lehet, hogy túlzás volt, lehet, hogy inkább 1-2 lesz. Én még legalább egy győzelmet le akarok hozni ebből az emeletből. Mert ebből a játékból itt meg... Ha itt van a titkosszalánk, akkor fel kell robbanjam. Szerintem nem ott volt. Az csak pegyka a Fallout 4-ről, de nem lenne rossz. Még nincsen semmi konfirmálva, mert ugyebár
Lényegében még csak azt sem tudni, hogy fejlesztés alatt áll le a Fallout, még semmi sem adott el a Bethesdában. Ami sajnálatos. Reggeli stream? Haver, én reggel soha nem vagyok ében. Legalább déli valószínű. És az a legkorábbi pillanat, amikor felkelek. Vagy amikor elhúzódik. Hát igen. Nem kell, ahhoz még stream is, hogy error legyen a reggelem. Ezt csak ki tudtam mondani. Már megint te. Persze csak örülök neked. Húzzunk innen a retekben. És mi az a kis óra egyébként a... Izébizéknél? Amikor megyek tovább a következő szintre? Nincs kedvenc színem egyébként, de... Ó, azt nem fogjuk felvenni. Kedvelem a lilát egyébként, igazából szinte minden szint kedvelem. Minden szín szép valamilyen környezetben, vagy valamihez biztos illik. Szeretem az élénk színeket. Oké, nem akarunk tovább menni a következő emeletre. Írtam, egy pazarlás lenne igazából. Szenszajat az egérre célzol? Nem egy rossz egér. Nem egy rossz. Vagy persze, van még egy sorozat ellenség. És hát persze, hogy bekapok egy sérülést is. Miért ne kapnék be? Ennyi volt végre, köszönöm. Hú, köszönöm. Mert úgy érted, hogy én vettem meg a saját pénzemből, csak te általad. Azért ne keverjük össze a kettő dolgot. Persze ezt nem csak fejségből mondom. De tényleg köszönöm szépen, mert én valószínűleg nem nagyon foglalkoztam volna ma vele, és hát én lemaradtam volna az akcióról, szóval... Tényleg nagyon szépen köszönöm. Nincsenek kedvenc állataim, nincsenek kedvenc dolgaim, kezdjük azzal inkább úgy fogalmazni. A Rebirth szerintem jobb, mint a sima játék. Sokkal több dolgot kínál. Talán zenén kívül minden jobb bennem. A sima Binding of Isaacnek egy emlékezetes zenéje volt ennek meg. Igazából pont a stream alatt is elhangzott, hogy ennek lényegében pont a mostani emeletünknek még altató zenéje is van. Olyan lassú meg minden. Mindjárt letapad az embernek a szemem. Egy pirula, ami valószínűleg hátba szúr engem. Nem, ez egy full health pirula. Micsoda felvezetés egy bosshoz. Most veszem észre, itt víz is van, haver, csak úgy csordog el, meg minden. Meg a feté. De szépség. Jézus faszom. Ekkorákat nem ugrálj, drágám. Mi a szar? Mi a szar volt ez? Kihányta a belét? És én be is kaksizott. Előfordul, ha ön... Elég elbaszott egy boss. És ezek a sablon fingós hangeffektek. Szóval hogy tud ilyen gyorsan ugrani? Ez nekem magas, haver. Én valóban egy amolyan bagoly ember vagyok, inkább éjszaka vírasztok, haver. Mint hogy korán kelljek. Éjszaka úgyis érdekesebb, mint nem. Majdnem magába szívott. Majdnem felzabált. Tetszik ez a boss egyébként, egész érdekes. Mert lehet, hogy csak azért mondom, hogy először küzdök vele, aztán idővel csak idegesítő lesz. You unlock the catacombs. Irány a catacombek, haver. Ez szerint megöltem minden bosst a basementből. De tényleg így kell aktiválni a következő szinteket lényegében. Így már vágom a dolgot. És még közel nem végeztünk ezzel az emeletünkkel, viszont felveszük az HP-nket. Ja nem, ez nem is az. Azt hittem, hogy ez egy HP app valamiért. Még mindent tudom, hogy pontosan mire való egyébként. Nem tudom, a női karaktereket érdekesebbnek tartom sokkal.
általában érdekesebbek számomra. Még akkor is, ha mondjuk mondhatni nem szólnak egy szót sem úgy, mint a Falloutban. Mert pont ott, ahol beszélnek, alias a Mass Effectben szívesebben vagyok egy férfi Shepherddel, mint egy nőivel, pedig a női egyébként nagyon jó szinkron színésze van. Nagyon jól meg van csinálva, sokan inkább azt mondják, hogy a Mass Effectet inkább az ember játssza, női karakterre, de én azt speciál nem szeretem a románcok miatt, mert igazából nincsen jó, illetve annyira jó női románc, mint nőknek való románc. Férfi Shepherdnak viszont ott van mondjuk Tali. Tali az jó, Tali a legjobb. Tali is love, Tali is life. Én legalábbis így vagyok, ezeket a gombákat fel lehet robbantani. Valóban, és nem is veszítettem bombát lényegében. Szinte egyáltalán nem szeretem az MMO-kat, mert nem is nagyon próbáltam őket, egyet sem. Engem nem érdekelnek. Nem az én stílusaim ennyi az egész igazából. De te itt van egy titkos szoba? Nem, itt nem volt titkos szoba. Na talán itt. Itt se volt titkos szoba. Ott lent nem tudom, hogy lehetem. Meg tudjuk nézni, hogyha itt lent robbantok. És itt tovább is tudok menni a következő szintemről. Ne! Véletlen felvettem a Curse Skullt, ami borzalmas. Na, mindegy, szerintem itt végeztünk. De kajakra mik azok az idők ott? Mert órák az emeletek között. Minden hamarabb kell egy új trinket, mert ez csak át fog minket baszni a palánk túloldaláról. Tali a legjobb akkor is. És ez pont egy Reaper mondja. Persze te is mondtad, hogy nem... Na, végre egy másik trinket. Persze te magad is mondtad, hogy nem baj az. De akkor is Tali a legjobb. Nincsenek kedvenc kópjátok játékaim. Jézusom, csoda, hogy nem robbantam fel a geciben. De egy karácsonyi csoda, haver. Nem éri meg. Ó, csontvádak. Szóval most már egész gyorsan megölöm őket, valamiért nagy a damage-em. Aminek persze csak örülünk meg. Azt is tegyük hozzá, hogy egyszerre kettő lövéseket is lövök. Ami frankó. Viszont ne baszakodjatok, hanem csontvádak, meg felkúrjátok az agyamat minden értelemben. Csak féltékenyek vagytok, mert nekem még van húsom, meg bőröm. Bazd meg! Aztán megint megdobott, nem tudom, hogy láttátok. Menjünk tovább erre. Az a Q-Buff, mint egy életlen volt. A nevem az random jött, még nagyon-nagyon régen. Egy messzi-messzi galaxisban. Hey! X-ray goggles, azt hiszem. X-ray vision? Meg fogom már találni a titkos szobáimat? Ott is van, mert... Nem, már fel kell robbantanom még így is. Régen pont azért voltál OP, mert nem kellett felrobbantani. Ez az, nem kell felrobbantani, nagyon helyes. Kezdtem már félni. Ez a másodlagos titkos szobánk amúgy is. Akkor még visszamegyünk és felfedezzük újra az emeletet, mert nekem szükségem van a első számú titkos szobánkra is. És itt is van. Shitload of money. Ami persze jó. Pénzt én nem költöttem, szóval hála ennek az extra igazgatóznak, hogyha elég ideig tudok élni, akkor lehet, hogy még meg is lesz Kane ez alatt a kör alatt. Mert akkor lényegében az első emeletben meg kellett volna találnunk ezt az extra igazgatózt, vagy vision. Ezt a Süti Mester TV műsort majd megtárgyaltuk korábban, sajnos hallottam. Így ellopni valakinek a nevét.
Jaj. A boss trap szobánkba nem tudok bemenni sajnos. Egy bomba egy tarot kártyáért? Mégis megéri, mert tele vagyok bombákkal. Hangman, megértem? Nem hiszem. De megértem. Justice. Ez így jó volt. És egy chariot. Viszonylag jó. Greed? Örültem volna egy greednek. De akkor úgy persze, hogy innen most üres kezzel fogunk távozni. Nem a sötét titkom a nevemnek az eredete, csak már unom elmondani 8 milliószor, szóval nem titok, csak mert annyiszor elmondtam, hogy az nekem már túl sok. Ennyi az egész. Ami meg se küzdöttem meg a mam. Régen te nyomorult vagy, rád emlékszem. Persze a jobb fajtában. És egyből meg is bántottál engem. Wrecked. Egy csavar. Nem baj. Tears shut speed up. Húzunk innen a picsába. Használtam volna a chariotot. Talán itt el is használom? Nem, majd később. Majd még meglátom, hogy szeretnék ott küzdeni. Ezek a fura csápok, nagyon furek. Ez így meglepő volt, nem? Hogy a fura csápok azok furek. Oh. Oh, hát persze nem tudom magamat egy átrágni magam egy bombával. Itt lehet még egy bombát, tudok kettő bombát szerezni. A Hangman kártya itt jó lett volna. Mert aztán vissza kell jutnom. Lehet, hogy nem erre kell mennem, sőt, biztos nem erre kell mennem, szóval... Szóval jön megint egy enemy. Majd később elhasználjuk a chariotot rám. Főleg, hogy lényegében most is kaptam egy chariotot, mert ez lényegében annak számít, csak ez GameKid. Ezt rankolt. Mindig megfeledkedek szegény Dead Sea Scrolls-ról. Volt alkohol kibaszott ördöggel? Elnézést. Elkerült a figyelmemet, azt hiszem. Néha olyan nehéz ebben a játékban észrevenni dolgokat. Plusz mert még egy nyomi is vagyok. Jéj. Bíz nekem. Ezt netán bombával kell kinyitni? Akkor duplázzuk meg a bombánkat és csekkoljuk le az elméletet. Valóban. Franco. De egész jó volt, nekem az a trinket nem kell. Talán még át is értem volna. Vagy ha nagyon sietek, akkor a cserélőt is használhatom, de nem sietek annyira. Talán majd megint lesz alkul a kibaszott ördöggel, örülnék neki. Most nagyon nem megyek az alkulra egyébként. És igen, a csontoknak nem örülök. A csontok azok oltári szarok. Miért nem lesz szétlenni a csontokat a levegőben? Persze nem baj, hogy nem lehet. Tudjátok, hogy melyik achievementekkel fogok kirtósokat szopni? Azzal... hogy sérülés nélkül kell átmennem az emeleteken. És azt lényegében csak nagyon OP itemekkel tudom majd megcsinálni. Még nem megyünk be a bosshoz, előbb fedezzük fel a többi különleges szobánkat. Ne. Miért is nem? Csak olvasom a sötet. Hey, itt van a másodlagos titkos szobánk. Spooky. A Brimstone kurva OP lett. Kettő körünkben is megvolt, és mind a kettő kört meg is nyertem. Nagyon-nagyon kemény lett a Brimstone. Haver, csak úgy néztem, azt hittem, hogy pont nerfelni fogják, de egy... Kap be a faszt.
Én elhamarkodott gyakér. Csoda, nem sérültem meg, mert megint manapság, mert minden csoda. Se baj, végül is csak Spirit Heartokat veszítettem, azt hiszem. Ott a kis Anus rózsákat gyorsan intézzük el, mert eléggé hátborzongatok. És megint itt van a titkos szobánk, amiben már jártunk, ugye bár szóval felesleges meg egyszer benézünk. Nem majd útlelágásnak használjunk. Nagy valószínűséggel annak valóban. Hé! Hey! Most már a Deathly Scrolls-t. Nehéz volt kimondani. Tartogatni fogom a bosszunkra, vagy ázsiai Larry Juniorra fogom. Nem, most mindegy. Lényeg az, hogy itt van az item szobánk. Ami nem más, mint Curse Die, Curse Charge Shot. Nem is tudom, hogy mit mondjak ezzel kapcsolatban. Ja, vágom, hogy az ilyen Temi fejével, meg az ilyenekkel OP a Brimstone. A Brimstone az nagyon sok mindennel így egész szépen van kapcsolatban. Szóval nagyon szépen kapcsolódnak egymáshoz az itemek. Pont ahogy mondjuk a nyukése is, meg az ilyen dolgok. Ez a charge-olós lövés, nem tudom, hogy jó lesz-e nekem. Már megint te? Rendben. Se baj. Kicsit haszontalan volt nekünk most a... Hogy is hívják? A Dead Sea Scrolls, bár ez mindig is így volt, ez egy haszontalan item. Ez a charge-olós lövés meg nem tudom, szerintem igazából csak... Csak ront az esélyünkön, és ennyit a kibaszott tizéről. Miért teleportáltam ki? Nekem ez magas. Aj, rohagy meg! Ez most miért történt meg, hajon? Na most komolyan, ennek most miért kellett engem kidobnia? Miért dob ez ki? Mi a fasz, haver? Megsérülök kettőt és kidob? De miért? A Dice Room nekem, engem kurva OP-vel változtatott, hogyha ugyanarról beszélünk. De most miért dob el ki engem ebből a... Haver... Nek mi a fasz értelme van? Megsérülök és kidob engem a szobával, mint hogyha mondjuk a Cursed School lenne nálam. Skull. Mi a fasz? De ez csak a Liberty Cap. A Liberty Capnek nincs ilyen hatása, hogy kidobálna engem. Az a Cursed School, ami kidob szobákból, hogyha megsérül sokat. Ennek a trinketnek nem ezt kéne csinálnia. De mindegy, akkor inkább leváltom a trinketemet. És próbálj majd nem meghalni kibaszottul út közben. Itt is van még egy élet. A Liberty Cap soha nem csinált ilyet, nem értem, hogy most miért csinálna ilyet. Ez fasság. És most már valóban nem történt meg. Ennyi az egész. Ez szerint valóban a trinket emiatt volt, és én csak egy rinyálos kis ribanc vagyok. Hozzunk innen a picsába. És most veszem észre, hogy valaki nagyon-nagyon felzik. Sajnos nem vagyok ott a közelben, hogy fel tudjak melegíteni. Talán majd legközelebb. Haj, nagyon csalódtam. Miért vagytok láthatatlanok? Jól van akkor. Szabadítsuk ki az ördögöt. Szóval szerint haver. Jézus faszom! Egész szép is anya szomorítók ezek, és láthatatlan, szóval
inkább csak folyamatosan lőj. A tűz majdnem meglőtt engem. Ez durva volt. Adja meg a gyerekem. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy anya meg a gyereke, ez ebben a játékban van boss, vagy még volt a izében is vanilla ezekben. Ó, jöjjék. Az, amit körülírtál nekem, nem túlságosan mond. De mi a geci? Miért teleportál engem össze-vissza? Nem a trinketem miatt volt. Melyik item lehet ekkora seggfej velem? Mert ez csak seggfejség, nem segítség. Ez egyáltalán nem frankom. Nekem mindegy, hogy mit mondok, Jézus fasza vagy uram, kibaszott atya. A lényeg az, hogy valami kurva, istenkáromló dolgot mondjak. Csak vicceltem, nem ez a célom, de elég gyakran káromkodik. És nekem kurvára kezdi felkúrni az agyamat, hogy folyton kikúr a szobában, amikor megsérülök. Ha még egyszer kimersz dobni, te kibaszott szar. Szépen előttél közöttük. Szépen előttél a másik irányba. Nekem ez kurvára magas, haver. Nekem ez kurvára magas. Ó, és ez egy boss trap szoba volt. Most küzdhetek meg Lokival. Né, valószínűleg úgyis megsérülök és ki fogok majd dobódni a teremből, szóval tök mindegy. Nem értem, hogy mi történik. Viszont egyáltalán nem tetszik nekem. Sőt, egyenesen idegesít. Egyenesen idegesít, ha mondom. Gemini az valóban össze van kötve egy babyvel, de azok olyan siami, mondhatni siamiikrek. A lényeg az, hogy valamilyen testvérek, nem anyai gyerekem. Ugyebár a Gemini az alapból ikrek. Ó, és ezek még mindig élnek. Keci, mi a fasz? Miért csinálna a Death Scroll az ilyet? Az random itemeket nyomott, amikor megnyomom. Most azt tudom, hogy mit csinált. Eddig nem csinált ilyet a Death Scroll, az vagy ennyire szar lenne? Akkor ezt az itemet nem is buffolták, hanem nerfelték még jobban, sőt, egyre szarabbra változtatták. Elég el van baszva. Annyira nem szar a helyzet igazából, csak kurvára felhúzza az agyamat. És ennek örülök, hogy griddel küzdünk itt. Talán kapok annyi pénzt, hogy unlockoljuk Kane-t. És akkor lehet, hogy végre megint lesz egy sikeres menetünk. Ez még nem elegendő pénz hozzá. De haladunk, lényegében már csak 8 pénz kell. Na nézzük meg, hogy mostantól a sérüléseknél valóban kidobódok-e. Ah, kezdek itt fájni a hátam. Jéééé, sikerült sérülés nélkül. Lovers, majd elhasználok, baby. Pénz miatt nekem ezeket most muszáj kinyitnom. Kényre szükségem van, hajra. Ha lesz lehetőségem árkádokra, akkor a vérgépen, a vérbankon annyi pénzt el fogok költeni, hogy besz a behum. Ó, igen, most ezekkel az agyas maszkokkal kell foglalkoznom. Így egy sorozatból el lehet őket intézni. Természetesen, hogyha a puha részüket lövöd. Ez most komoly, még halál közben bekaptam még egy sérülést. GG. GG. Egy hátmasszázs valóban jól esne, haver. Meg egy váll is.
Ki tudja, hogy még egy fiútól is elfogadnám, hogy el vagyok megkeseredve. Ezek a fiúk még nem is tudom, hogy bent tudnak engem igazából. Majd maga a felhő. Még nem nézünk oda, mert még csak az item szobánkat se találtuk meg igazából. Szóval, na szóval, amikor követett forognak a könnyeid, plusz Gemini baby. Most már van Gemini baby is item. Az egész jól hangzik? Erre kíváncsi vagyok, gondolom le kell győznünk hozzá Gemini-t. De eleve kezdjük azzal, hogy én nem szeretem a Tiny Planet-et. Nekem az lényegben csak elbaszta a köreimet. A nyugbetétje milliószor jobb, mint a kibaszott izém. Mint a kibaszott, hogy is hívják. Menjünk idebe. Na szóval, milliószor jobb, mint a Death East Cross. Kitunlokkoltam? Kényt! Ennyit erről? Na. Kicsit nagyobb, mindegy. Úgy né. igazából nem tudom, hogy fiú vagy, csak tippeltem. Most már viszont készen vagyok megküzdeni anyuval, az se érdekel, hogyha meghalok. Én most már csak kurvára... Kényre szeretnék játszani! Isaac! Anyunak egész nőjes hangja van, de ezt nem mondtam. Milyen hangja van? Oké, tudásokban ne essünk. Azok magyar csillagok mellé a hang nem számít semmit, ha ön. Igazából hozzá lehet szokni ez a sorozattevéshez is. És egész jó a tömeggyilkoláshoz, hogy úgy veszük. Ezek a nyögések. Total erőlködik. Ki akarja belőle taposni a szart is, ha ön? Az a kukasz kiszophat. Na. Ó, ugye? Halott. A kis kukackát is nagyon, ez nem izgat. Ezért végül vele is végeztünk. És mindjárt anyunak is jöttek valóban. Egyszer és mindenkorra. Igazából csak a következő körig, hogyha úgy vesszük. Mitől sérültem meg? Na mindegy, megint itt van ez. Evil range shot speed. Nem tudom mire jó. Következő Saints Row? Ezt most meg semmitették, szóval nem baj, hogy megemlítetted. Alig várom, hogy lássz a végvigyük azt is, mert biztos mókás lesz. Jaj, közben itt majdnem lerántottam magamról a fülhallgatót. Szóval jaj, én már várom a következő Saints Row-t. Elég nagy bugyot a szarság lesz, pont úgy, mint a negyedik rész, de... attól még várom. A Saints Row-k igazából mind bugyot a szarságok, hogyha úgy veszük. Ennyi pénzre viszont már nincsen szükségem. És most már mindezt gyorsabban csak el szeretnék jutni. Fuck you! Le akarok innen lépni. Naj! Micsoda pazarlás. Viszont egészen visszatartják ezek a sorozatlövések. Csak hogyha el is tudom sütni, az a legjobb. Egy elsütés nélkül nem tartja vissza. Valami lootot kaphatok? Egy cent, pénz már nem kell. Sunset Overdrive? Jó lenne, hogyha nem lenne izé... Xbox One Exclusive, mert érdekel engem a játék. Kicsit olyan Saints Row-os beütése van egyébként, de... nem tudom, igazából minden Xbox One Exclusive-ot kiadnak PC-re is, mert kibaszottul el vannak eseredve, hogy nem veszi senki se Xbox One-ről őket, szóval... szerintem számíthatunk Sunset Overdrive-ra is előbb vagy utóbb. Hamar a Rise, Son of Rome-ot kiadták PC-re, meg a Dead Rising 3-at, amik hatalmas Xbox One exkluzívok. Vegyetek Xbox One-t, mert csak akkor tudjátok játszani. Aztán végül, fuck you, megvetted Xbox One-ra, mert egy pöcs vagy, most kiadjuk PC-re, hogy még nagyobb pöcsnek érez magad. Szóval, ja, ez az én véleményem igazából. És kibaszott Utero-ban vagyok egyébként, hogy ilyen sok gördiszerű kis ellenség van. Ezek ne ezek.
Főleg, hogy ilyen creepet is húznak maguk után. Vegyük fel. Nagyon remélem, hogy jó irányba megyek. Zoktok, akit megöltük mindjárt. Gyorsabban, haver. Végezzünk pedig mindjárt gyorsabban. Rendben. Mert igazából egy nagyból lesz kettő. Az úgy három. És aztán a kettő kisebből lesz kettő-kettő. Ami amúgy valóban 8-at ad ki, hogyha nem vagyok teljesen retardált matekban. És igazából teljesen retardált vagyok, szóval... Szóval, ja... Hány másodperc késés? Az már a Twitch szerverein múlik. Ugye megközelítőleg én azt mondanám, hogy... 10 maximum? Ez meg egész vicces ellenség. Emellé az NML-lé igazán jó ölni őket. Valóban YouTube-ban vagyunk. Ami meglepő, mert itt a Wumba könnyebb emelet, és valamiért etik az nem volt. Viszont itt megyben van Jutero, és Wumba nincs. Ami különös. Szereted a sulit? Igazából legjobban ott szocializálódok. Szóval mondhatni, ja, jó érzés volt bejárni. Ez nem azt jelenti, hogy nem találkozok barátokkal sulin kívül, de mégiscsak ott találkozok a legtöbb emberrel. A tanulás részének már olyan... de... nem tudom, egy-kettő tanárunk az akkora kibaszott nagy rohadék, hogy csak miattuk nem éri meg lényegében bemenni az egész iskolában. Szóval, ja, haver, nem tudnak tanítani, nem tudnak fegyelmezni egy-kettő ember. Van, aki kurva jól csinálja, vannak jó tanárok. Gyönyörű sérülés. De akkor is. Azok elrontják az embernek a kedvét, akik viszont nem tudnak értenek semmihez. Viszont dupla Lokit viszont, mint hogyha több élettel áldották volna meg. OBS-t használok streamelésre. Lokinak a szarvai! Még több stem cells. HP up. Menjünk tovább a következő szintre. Wumb 2, végre Wumbot kaptunk. Ez meg sajnos el tudnak érni minket, a játék először egy... szopt ki. A játék először egy mutatta, hogy ho, azok el vannak választva, biztos nem tudnak elérni. Aztán egyszer csak eltökültek a szakadékon. Ezt jól megmagyaráztam, mi? A félszív is valami. Oké, csebbe, ez most már rohadtul nincsen kedvem semmit se kezdeni, szóval esünk túl ezen minél gyorsabban. Hát el vagyok bombákkal, nagy valószínűséggel meg foglak etetni. Talán kapsz még egyet, hogyha jól viselkedsz. Csak ne toljál ki kis ellenségeket. Bombával kivégezni teljesen felesleges vagy. Örülök, hogy ezzel minél hamarabb tudtunk végezni. Uram, atyám. Elég ijesztőek lettek ezek a kis ugrándozó bombalövők. Aj, persze pont találtam össze. Seems legit. Hey. Igazából totál felesleges ezt felvenni, de mindegy. Ez aztán kemény egy szoba volt. Legalább full életem vagyok. A lényeg nekem az... én nem vagyok különösebben álmos. Igazából, de most, hogy kimondtam, igazából elkezdtem érezni, hogy a szemeim egyre nehezebbek, mint minden. Super Gluttony meg egész könnyű volt. Megütöttem a mikrofonomat, lehet, hogy borzalmas hangja volt. Elnézést ebben az esetben. Olyan, mintha fel akarna dőlni, eléggé idegesítő. Ezek is jól elém állnak. Kibaszott digletek most már hordában mozognak, haver. És így hordában is halnak meg. Pénz már nem kell. Wrecked. És ő is. A láda emelet nem tudom, hogy működik már ebben az Isaacben, szóval nem tudom, hogy
Most már mire kéne gyűjtenem a kulcsomat. Ez a szoba viszont kurvára gáz. Szóval ilyen... Kettő darab normális tanára sok közül, az egy eléggé gázosan hangzik. Használjuk ezt. Ó, most már mindenki csak így forrázik be ettől. Meg is érthető. Ugyanezt csinált a sima ezekben, és akkor nem jelent meg azt, hogy paráznak. A creepre majdnem ráléptem. Arra a vörös, ízletes nedvre. Hogy né, épp! A kaki maradjon távol. Egyáltalán mit keres az anyám méhében kaki? Kezdjük ezzel a dolgot. A szegonyabb babák azok be tudnak kakilni az anyjuknak a hasában, hiszitek vagy sem, ez így van? Hanyos a legrosszabb jegyem? Mert egy egész osztályzat, mert átlagra célzva, vagy az, hogy milyen jegyeket szereztem, mert természetesen szereztem egyeseket. Bukásra per pill nem állok semmiből, hogyha jól tudom. Talán elektrotechnikában, de abból az egész osztály, mert a tanár pont az egy olyan fasz, akiről az előtt beszéltem. Nem tud tanítani, és semmi se tud csinálni, és körülbelül minden dolgozat mindenkinek egyes szokott lenni. Egy időben én voltam az osztály első, azzal, hogy volt egy kettesem. Ez túlzás. Egy másik csajjal voltam osztály első, mert neki viszont egy hármasa volt. Oké, de... Még mindig történik ez a teleportálgatás, persze, ennek csak örülök. Mert hogy abból a szobából kihoztak engem. De viszont ez kurvára gáz. Nekem nem tetszik, hogy itt nagyba izélés van, teleportálgatás, és elképzelésem sincs, hogy mi okozhatja. Arra tippelnék, hogy ez a könnyefektem, ami ilyen charge-olós, mert ott is valami átokról beszéltek. És ugyebár az átkozott koponya az, ami így kidobál téged a szobákból. Hello, pisztoly. Halál rád minden gyorsabban. Oké, okay, Cube of Meat, kibaszott életmentő vagy. Úgy, a kettő titkos szobánk is itt van egyébként. Itt egy csomó pirula, mindjárt lecsekkoljuk őt. Ezeket meg robbantsuk fel akkor, hogyha elér hozzájuk a bombám. Pont nem ér el, akkor így a kettőjük közé, meg aztán az ő kettőjük közé is. Steam sale! Kicsit késő, nem gondolod? Ezért felveszünk, hogy több itemmel menjünk innen ki, nem igaz? Létszik, legyen jó pirula most, mert... Né. Ó, ezt szerintem beviszem majd. Full health, te egy... mégsem viszem sehova. Nem veszem túlságosan nagy hasznokat. Feromon nem kell. Lemon Party. És egy full health. Nekem a full health kell. Anyu szíve. Ójjaj. Ezek a szemek elég ijesztők lettek. Képzeld, hogy az anyád méhében szív van. Mentem. Ez az is fura, hogy szív van, meg az is fura, hogy szemek. Ez így lehetetlen lesz, haver. Ez így kurva lehetetlen lesz. Vigyétek le minden életemet most meg. Akkor jártok jól. És lényegében sérülés nélkül menjek végig anyunak a szívén. Kösz szépen, te rohadt seggfej. Az egyáltalán nem frankó, ami itt történik. Ide még nem akartunk bemenni, de most már mindegy. Here we go. Úgy se nyerem már meg ezt a kört, mert ugyebár lényegben sérülés nélkül kéne megcsinálnom anyunak a... Jézusom, már én is kezdem lényegben eldobni ezt a kört. Kurvára el van cseszve. Csak tudná a geci, hogy miért teleportálgatok össze-vissza.
Elég ez szar. Akkor menjünk be feromonokkal. Menj te a Lemon Party-val, én kérek elnézést. Essünk túl rajta, haver. Ó, jaj. Oké, még nem teleportáltam ki. Ó, anyu szíve, az lebeg. És még nem teleportáltam ki, bár igazából elég, nagy, elég valószínű, hogy nem fogom túlélni. Talán, hogyha próbálok bombákat is belökni. Ó, ezek be... homolnak. Talán bombákkal le tudom húzni. Nem fasza, hogy elkezdően anyu szíve még lövöldözik. És egy lövés is megtalok, ez szerintem itt már bukott úgy srácom, de azért... Se baj, nem volt ez egy rossz kör, mert legalább unlockoltuk én. Igen. Ez a teleportálás, nem tudom, hogy mi a szar lehetett.